Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Denisia számára. Természetesen kérhetitek ti is ezt a jóslást, a díjam 3500 forint. Kedves Denisia, üdvözöllek téged, ez most a te videód, és megnézzük azt, hogy hogy gondol rád, mik a tervei, mik az érzései. Ebben a parkban van egy szerelmes pár, ez a hölgy téged szimbolizál, és ez az orr őt mutatja. Először megnézzük a te érzelmeidet. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim, és olyan büszke vagyok rá, örömmel dolgozom vele. Ez a növény mutatja a te érzelmeidet, és azt mondja neked, ez a férfi gondol rád. Nem felejtett el téged. Most megnézzük az ő érzelmeit, erre utal ez a kártya. Itt németül van írva, de hamarosan jön magyarul is, megrendeltem. Tehát az ő érzelmeit mutatja ez a virág, és ez arra utal, hogy változások lesznek nála. Sokat változik az érzelmi világa is, az ő párkapcsolata is. Ez egy ilyen megújulás lesz, és jelen pillanatban egy ilyen átmeneti állapotban van. És most megtekintjük a gondolataitokat. Először a te gondolatodat, ezt mutatja ez a virág. Vagy amire kellene, hogy gondolj, lazíts egy kicsit. Ne ő legyen a középpontban, hanem te vagy a középpontban. Ettől te még nem búcsúzol el tőle, de így akkor sokkal könnyebb. Most megnézzük az ő gondolatait. Ez a virág a Vénusz bolygóval áll összeköttetésben, és mutatja a szerelmet, és téged. Te vagy a gondolataiban. Most megnézzük a te jelenlegi párkapcsolatodat, hogy mennek a dolgok tovább. Ez a virág változásokra utal, meg tanulásra is. Vagy tanultok egymástól valamit, vagy lesz itt még egy képzés. Tehát vagy tanulás, vagy egymástól tanultok valamit. Amikor én kiraktam ezt a kártyát, nekem az volt az érzésem, hogy egy képzés útján a párod meg fog a jövőben ismerkedni valakivel. De ez olyan érzés volt, egy intuíció. És milyen az ő párkapcsolata? Ez a virág mutatja itt ezt a koronát. És a hölgynek van ez a korona a fején, és ez a hölgy uralkodik felette, vagy elnyomja őt. És hogyan tovább, mi várható a te életedben? Ez a kártya változásokra utal. És mit fog ő tenni, mik a tervei? Ez a virág mutatja az isteni hatalmat. Vagy ő bízik abban, hogy újra összejöttök, vagy neki az az érzése, hogy köztetek egy sors kapcsolat van, és ha így van, akkor biztos lehetsz abban, hogy ő visszatér az életedbe. Én bepillantottam a horoszkópba is, és ott is látom, hogy nektek van ez a kármikus kapcsolatotok, és ez egy ilyen mély lelki kapcsolat. Ebben a parkban van egy szökőkút, itt látható ez a víz,
és mutat egy irányt, hogyan tovább a későbbiekben a jövő, és itt látható ez a kártya, és ez arra utal, szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, ezt játszadoztuk annak idején, és ez egy orákel. Na most akkor mit mond ez az orákel? Megnézzük az alatta levő kártyát, és az orákel megmondja rá a választ, mégpedig az, hogy itt tisztulnak a dolgok közöttetek, lesz itt egy jövő, és ő rendezi a dolgokat. Amikor ez rendeződött, visszatér hozzád. De én megkérdezem az ingát is. Szeret ő téged, visszajön hozzád, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és visszatér. Ha az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő már nem szeret, nem is jön vissza. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, várj, amíg történik valami, de minden olyan bizonytalan. Az inga jobbra fordult ki, és az azt jelenti, igen, ő szeret téged még mindig, és visszatér hozzád. Kedves Denisia, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, hogy megbíztál bennem. Minden jót kívánok neked. Nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!